A magyar írásbelikkel kezdődtek a vizsgák, 891 diák érettségizik idén a pécsi tankerületben. Idős otthont építenek Hirden, 850 millióval támogatja a kormány a reformátusok beruházását. Falfestéssel, játékokkal segítenek, önkéntesek alakítják át a pécsi gyerekklinikát. Előadások, kiállítások, koncertek, az Ibériai félszigettel ismerkedhetünk meg ezen a héten. Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Hétfőn a magyar írásbelikkel megkezdődtek az érettségik. Országszerte több mint 100 ezer diákat számolt tudásáról. A jelentkezők ezután matematikából, történelemből, angol, illetve német nyelvből tesznek vizsgát. A közép- és emeltszintű írásbeli feladatok után júniusban a szóbelikkel folytatódik az érettségi. 5. és 13. között az emelt, 17. és 28. között pedig a középszintű feleletekre kerül sor. Az idei tanévben a pécsi tankerületben 891 diák jelentkezett érettségi. Közülük 562 olyan tanuló, aki végzős középiskolás. A különbség ez a 329 fők, akik előrehozott vagy szintem előérettségit tesznek. Tehát a nappali tagozaton ebben az évben 562 diák kezdte meg a tankerületben az érettségit, ami egy érdekes adat, hogy ebből 472 diák emelt érettségit tesz, és ami még érdekesebb, hogy csak egy adatot mondjak, 177 diák emelt angol érettségit tesz, ami ugye a jövő év kötelező nyelvvizsga miatt nagyon fontos adat. Az idei első negyed évben 3661 új lakás épült, 7,9%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 9639 volt, 2,1%-kal kevesebb, mint tavaly március végén, jelentette hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal. Győr-Moson-Sopron megyében 635 lakást adtak át 2019-ben, ami sokszorosan felülmúlja a többi megyére jellemző értéket. Minden ötödik új lakást ott vettek használatba. Az építési engedélyek és bejelentések alapján építendő lakások száma a községekben közel másfélszeresére emelkedett. Szombaton tették le az alapkövét annak az idős otthonnak, amely Pécs-Hirden épül meg. A 60 főt befogadni képes épület együttes a tervek szerint egy év múlva készül el. A baranyai reformátusok első ilyen jellegű intézménye épülhet meg Pécs-Hirden 850 millió forintos kormányzati támogatással. Ez a Pécs-Hirdre megálmodott idősek otthonának látványterve. A református egyháznak Baranyában nem működik ilyen intézménye. Ez lesz az első ilyen jellegű létesítmény. Jelenleg így néz ki a beruházás, ahol szombaton történt meg az alapkőletétel. Az idős otthon megépítését a kormány támogatja anyagilag. 850 millió forintos visszanemtérítendő állami támogatás érkezett, amivel most már az alapok el is készültek, és most elkezd kinőni majd az épület, és reméljük, hogy egy esztendő múlva itt a mi parlamenti körzetünkben, ebben a csodálatos napfényes és madárcsicsergős telken már egy 60 főbefogadása alkalmas, 80 fős főzőkonyhával rendelkező, melegítő lehetőségeket magában foglaló orvosi szobát, fodrász üzletet és gyógykezelésekre, masszázskezelésekre alkalmas helyiséget is magába foglaló apartmanrendszerű, emelt szintű idős otthon létrejöttét ez a 850 milliós forrás lehetővé fogja tenni. A képviselő hozzátette, a tervezés már 3 évvel ezelőtt történt, és az akkori árakhoz igazították az értékbecslést. Az építőipari árak emelkedése miatt most úgy látják, a keret a tető alá hozatalra, a szerkezetkész állapotra lesz elég. Bíznak abban, hogy további forráskiegészítésre számíthatnak, információink szerint még 500 millió forinttal számolnak. Vízjogi létesítési engedély nélkül is díjmentesen öntözhetnek a gazdák a tavaszi szárazság okozta nehézségek mérséklése érdekében, a rendkívüli öntözési célú vízhasználat részeként, mondta Nagy István. Az intézkedést a szárazság miatt vezette be a kormány, a gazdák így külön engedély nélkül 1200 köbméternyi vizet használhatnak fel, mintegy 100 hektárnyi területen, legfeljebb egy hónapig a tartósan vízhiányos időszakban, tette hozzá az agrárminiszter. Nagy István hangsúlyozta, a tavaszi szárazság okozta nehézségek mérséklődni látszanak a hétvégén hullott csapadékkal, de az esőzés sem vett le minden gondot a gazdák válláról.
Készül az a falfestés a Pécsi Gyermekklinikán, amellyel önkéntesek próbálják kellemesebbé tenni a kisbetegek bentartózkodását. Az akcióban 10 cég vesz részt, köztük a Láfás Szemengyár, akiknek dolgozói önkéntes munkában vállalták a falak megrajzolását, színezését. A tervek szerint május végén készülhet el a mű, amihez természetesen játékokat is kapnak a gyerekek a felajánlásokból. Önkéntesek festették a Pécsi Gyermekklinika ambulanciájának folyosóját hétvégén. Ez a rókás, vadmalacos kép kerül majd ki a falra ezen a részen, csak nagyobb méretben. A festésben a Lafarge Szemengyár dolgozói is részt vettek, nem első alkalommal. Korábban ugye csak az önkéntes programmal járultunk hozzá ezekhez a kezdeményezésekhez, most viszont ugye anyagi hozzájárulást is adtunk ez a projekthez, hiszen ugye itt az interaktivitásnak a megteremtéséhez nyilván egy anyagi forrás is szükséges volt, nem csak az önkéntes munka. Két hétvégét töltenek itt a kollégáink, tehát mostani hétvégén is vagyunk itt egy hatan, illetve a következő hétvégén is lesznek majd hatan kollégák, akik az egész napot itt töltik. A Nevetni Kék Alapítvány az ötlet gazdája, akik másként is segítenek a beteg gyermekeknek az ambulancián. Önkéntesekkel bejövünk a gyerekekhez játszani és foglalkozásokat tartani. Egy időben működött az ambulancián is programunk, viszont azt meg kellett szüntetnünk, mert hogy sokkal több fekvő beteg osztályra hívtak, mint a kezdetekben, és hogy inkább arra kell összpontosítanunk. Úgyhogy kerestünk egy olyan megoldást az ambulanciára, amivel mégis tudjuk oldani a várakozás feszültségeit. Úgyhogy egyrészt ki fogjuk festeni, másrészt viszont játékokat fogunk felszerelni, amit szintén az önkéntesek festenek ki, és ezáltal lesz interaktív az egész, hogy le tudják kötni magukat. Helyi vállalatokat, köztük a cementgyárat keresték meg az alapítvány munkatársai, hogy anyagilag és önkéntes munkájukkal segítsék a beteg gyerekek gyógyulását. 10 cég támogatja a falfestést és önkéntes munkával segíti a 24 méteres fal kifestését, összesen 250 önkéntessel. A munkálatokat május végén fejezik be az alapítvány tervei szerint. A házi orvosi és házi gyermekorvosi ellátásban 700 millió forintos fejlesztési program zajlik jelenleg Pécsen az önkormányzati tulajdonú épületeknél. A Mikszáth Kálmán utcai házi gyermekorvosi rendelő teljes felújítása ezekben a hetekben zajlik, mintegy 70 millió forint értékben. A munkálatok során új tetőt kap az épület, megújul a szigetelés, a gépészet, a burkolatok, energetikai korszerűsítés zajlik. A felújítás őszre fejeződhet be. A modernizáció alatt a betegeket a Jurisics Miklós utcában fogadják. Juhászné Müller Marianna, a Mecsek oldal önkormányzati képviselője hangsúlyozta, képviselői munkájának egyik legnagyobb eredményének tartja, hogy sikerült a Mikszáth Kálmán utcai rendelő felújítását megvalósítani. A Mecsek oldal utolsó méltatlan állapotban lévő háziorvosi rendelőjének megújításához saját képviselői keretéből további 400 ezer forintot biztosított. Elkezdődtek a zsűrizések Kárászon, ahol azokat a pálinkákat, párlatokat értékelték, amelyek a településen meghirdetett versenyre érkeztek. Május 18-án már a 9. alkalommal rendezik meg a kárászi pálinka és párlatversenyt, valamint a hozzá kapcsolódó fesztivált. A szervezők a bírálók segítségével a napokban választják ki a beküldött mintákból a legjobbakat. Ezeket a fesztiválra látogatók megkóstolhatják majd május 18-án. Pálinkákat és párlatokat zsűriznek a kárászi faluházban szombat délelőtt. Már a fesztiválra készül a település, ahová az egész országból érkeztek minták a versenyre, összesen 293. A Pálinka Nemzeti Tanács a kárászi pálinka és párlatversenyt a regionális versenynek minősítette. Ez azt jelenti, hogy akik itt minősítik a pálinkákat, az országos pálinkaverseny a bíráló bizottságába bekerüléséhez 20 pontot kapnak. Ez azt jelenti, ez megtiszteltés egyébként már bírálónak is ide kerülni. Itt, aki itt van, mindenki az országos szakértő listán szerepel. Ebből is látszik, hogy mekkora rangra tetszett a kárászi pálinka és párlatverseny hazánkban. Ennek megfelelően különleges gyümölcsökből, zöldségekből készült szeszes italokat küldtek be. Megjelent a josta párlat, megjelent a füge több esetben. Nagyon szép az egyéb párlatoknak a felhozatala is. Készítettek különböző
zöldségekből párlatokat, különböző likőröket készítettek, és ezt itt a versenyt bemutatják. Tényleg különlegesek vannak, még berkenye is került ide. A jósta, a fekete ribizlés az egres közötti faj, kevesen ismerik még. Azonban a belőle készült italt hamarosan megkóstolhatják az érdeklődők Kárászon. A fesztivál az május 18-án lesz, délután délbe fog kezdődni, egy falusétával, falukörsétával. Kárász nevezetességeit mutatjuk be az érdeklődőknek egy vezető segítségével. Aztán 2 órától az eredményhirdetés lesz, ez 4 óráig körülbelül el fog tartani, sőt órától lesznek már a koncertek. A domovári fuvorzenekar fogja nyitni a sort, aztán a Jó a népi zenekar, Dániel Figergő és az Utazók, kompakt diszkó lesz a sztár vendég. Este pedig utcabállal zárul az esemény, napközben pedig minden vendég megkóstolhatja a verseny aranyérmes pálinkáit, párlatait május 18-án. Áprilisban ellenőriztek a Nébik szakemberei egy Baranya megyei élelmiszer előállító létesítményt, ahol súlyos higiéniai mulasztásokkal találkoztak, így azonnali hatállyal felfüggesztették a működését. Emellett 28,5 tonna terméket ki is vontak a forgalomból. Az ellenőrök az üzem egész területén a padozat, a fal, a mennyezet, valamint az eszközök, berendezések erős szennyezettségét tapasztalták. Ezt az is tetézte, hogy a darabolásra használt helyiségben nem működtek az eszközfertőtlenítők. Szennyezettek voltak a dolgozók részére kialakított folyosók és helyiségek, ahol még mumifikálódott békatetemeket is találtak a hatóság képviselői. A spanyol és portugál ajkú nemzetekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők ezen a héten. A PTL nemzetközi tavasz program sorozatának utolsó állomása ugyanis az Ibero-amerikai hét. A tematikus napok alatt előadások, koncertek és kiállítások keretében hozzák közelebb az ibériai félsziget sokszínű kultúráját a pécsiekhez. Az esemény nyitó ünnepségét a Tudásközpontban rendezték meg. Az ibériai félsziget országaival ismerkedhetnek meg ezen a héten az érdeklődők. A spanyol, illetve portugál ajkú nemzetekről szóló tematikus napok megnyitó ünnepségét a Tudásközpontban rendezték meg. Az eseményen Miseta Attila köszöntötte a résztvevőket. A rektor elmondta, a Pécsi Egyetemre minden évben egyre több külföldi hallgató nyer felvételt. Jelenleg 20 000-nél is több diák tanul valamely karon, közülük pedig minden ötödik egy másik országból érkezett Pécsre. Szeretnénk még tovább nemzetköziesíteni az oktatást itt az egyetemen. Ezt pedig nem csak a külföldi hallgatók számának növelésével érhetjük el, hanem a tanárok bevonásával, hiszen a különböző országokból ideérkező pedagógusok taníthatnak nálunk néhány szemeszterben. Ez azért is fontos, mert így otthonosabbá tehetjük a légkört a hallgatóink számára. Miseta Attila hozzátette, a cél, hogy példát mutassanak más országoknak is. A rendezvényen Páva Zsolt a kultúra fontosságáról beszélt. A polgármester szerint leginkább akkor nevezhetjük Pécset a kultúra városának, ha ilyen sokféle nemzetiség lakja. Ha megnézzük, hogy milyen régre nyúlik vissza ennek a tematikus hétnek a kezdete, és milyen háttérrel indult, amit még egyszer hangsúlyoznék, hogy idén már 20. alkalommal zajlik, akkor a legfontosabb elem az a kultúra. Az, hogy hogyan tudjuk átadni más nemzeteknek a mi kultúránkat, és fordítva. Ebben önök is nagy szerepet játszanak, mint szakemberek, oktatók, egyetemi vezetők. Az eseményen elhangzott, ezen a héten előadások, kiállítások és koncertek keretében ismerhetik meg a pécsiek az ibero-amerikai nemzetiségeket. A PTN nemzetközi tavasz program sorozata ezekkel a tematikus napokkal ér véget idén. A NAV baranyai munkatársai május 6-a és 12-e között Sásdon, Vásárosdombón, Bikalon, Mohácson, Bolyban, Szentlőrincen, Szigetváron, Vajszlón, Siklóson, Villányban, Komlón, valamint a megyeszékhelyen végeznek ellenőrzéseket. A revizorok elsősorban a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatást, az online pénztárgép használatát, valamint a forgalmazott áruk eredetét ellenőrzik. Ahol a pénztárgép által továbbított adatok ezt indokolják, ott forgalomszámlálásra is sor kerülhet. Az ellenőrök érkezésére számíthatnak az élelmiszer- és italkereskedők, a gépjárműszervízek, valamint a vendéglátóhelyek. A NAV munkatársai a társhatósággal együttműködve a megye építési területein továbbra is vizsgálják a szabályos foglalkoztatást.
Nagy volt a tétje a hétvégi Emele Haladás Viktória NB1-es női labdarúgó mérkőzésnek, de már a találkozó elején látszott a különbség a két csapat között, sokkal több támadás dolgozott ki ugyanis a zöldmezes Haladás, amit a 12. percben Szakonyi révén gólra is váltott. A második játékrészt is jobban kezdték a szombathelyiek, és a 49. percben Horti révén megszületett a második gól. Az Emele az 51. percben szépített egy hálóba fejelt labdával. A 65. percben a szombathelyi Siklér talált be, majd a 72. percben úgy tűnt, hogy megúszták a házigazdák a negyedik gólt, de Tálosi sikeresen fejezte be az akciót. A 82. percben tiszta zicser helyzetben kapufát lőttek a vendégek, de a 85. az első szombathelyi gól szerzője duplázott, így alakult ki a végeredmény, Emele Viktória Haladás 1-5. Ezzel biztossá vált, hogy a szombathelyi csapat küzdhet meg a DVTK-val a bajnoki bronzéremért, viszont az Emele biztosan kiesik az első osztályból, ha az utolsó fordulóban nem győz a Diósgyőr ellen. Igen, folyamatosan keressük a játékosokat, szeretnénk a következő szezonra már egy stabil NB2-es csapatot összehozni, mert az anyama vissza tudunk kerülni, és létfontosságú dolog volt, hogy a csapat magját azt megtartsuk, és úgy néz ki, ez sikerül is, sőt, további erősítéseket is tudunk hozni, mint Magyarországról, mint pedig ugye horvát edzőnek köszönhetően horvát játékosokat tudunk még plusz erősíteni, akik válogatott szintű játékosok. Egy férfi tett bejelentést a rendőrségen május 5-én délután arról, hogy testvére megrongálta az autóját Pécsváradon. A sértett a rendőröknek elmondta, hogy a délelőtti órákban összeveszett testvérével, aki ezután egy baltával megrongálta autójának motorház tetejét. Pár óra elteltével újabb vitába keveredtek egymással, amelynek következtében testvére egy téglával, majd egy kővel betörte autójának szélvédőjét is. A rendőrök a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 37 éves helyi férfit elfogták, majd előállították és kihallgatták. A férfi ellen rongálás elkövetése miatt nyomoz a komlói rendőrkapitányság. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Átadták a Szekszárd melletti Sötétvölgyi Szabadidőparkot. A Gemen ZRT és az Agrárminisztérium közös fejlesztésének köszönhetően mostantól több funkciós fogadóépület, játszótér és családi piknikezőhely várja a természetbarátokat. A 130 millió forintos fejlesztés részeként a Sötétvölgyi tó fahídjait is felújították. Közös szalagátvágása most átadott szabadidőközpont fogadó épülete előtt. A sötétvölgyi fejlesztésnek ez a leglátványosabb eleme. Rendezvényterem, büfé, hallőr és erdészeti irodák, valamint nyilvános vízes blokkok is helyet kaptak itt. Az épület mellett pedig hatalmas játszóteret és családi piknikező helyet alakítottak ki a szakemberek, valamint felújították a tó fahídjait is. A Gemen ZRT-nek, mint állami erdőgazdálkodónak, erdőgazdaságnak kiemelt feladata és kiemelt célkitűzése, hogy a közjót szolgálja azáltal is, hogy az erdőben való kikapcsolódást, pihenést, turisztikai célú tartózkodást tudja fejleszteni, minél tartamosabbá tudja tenni. A szabadidőpark átadásán Horváth Kálmán Tolna megye kormány megbízottja arról beszélt, hogy a sötétvölgyi fejlesztés példaértékű a tekintetben, hogy a túrázni vágyok mellett az aktív pihenést vagy éppen a sportolást választók igényeinek is megfelel. Lehetőséget biztosít arra, hogy a fiatalokat, idősebbeket a természet tiszteletére, természet szeretetére nevelje, ugyanakkor pedig lehetőséget nyújt arra is, hogy kulturáltan ki lehessen itt kapcsolódni, tehát pihenjen, rekreációs tevékenységet folytasson, horgásszon. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere pedig arról beszélt, hogy a Tolnai megyeszékhely önkormányzata és a Gemen ZRT között az elmúlt években kiváló együttműködés alakult ki. Az elmúlt három évben kettő olyan közös projektet adtunk át, a Kesésben egy vasútállomást, illetve a Bati kereszti kilátót, amely már azt a célt szolgálja, hogy az ide látogatók, illetve a szekszárdiak számára vonzóvá tegyük a környezetünket, illetve megmutassak azt, hogy milyen értékek vesznek körül bennünket. Zambó Péter az Agrárminisztérium földügyekért felelős államtitkára emlékeztetett, hogy a hazai erdők a leglátogatottabb turisztikai célpontok közé tartoznak,
Éppen ezért támogatott a kormány az elmúlt években számos az erdészetek területén megvalósult turisztikai fejlesztést. 2010 óta az állami erdőgazdaságok több 10 milliárd forintos nagyságrendben hajtottak végre közjóléti fejlesztéseket. Csak a legnagyobb fejlesztéseket említve 44 darab kilátó, 13 darab erdei iskola, közel 150 darab egyéb létesítmény felújítását végezték el. A Sötétvölgyi Szabadidőpark fejlesztése 130 millió forintba került, amiből a Gement ZRT 30 millió forintos önrésze mellett az Agrárminisztérium 100 millió forintot vállalt. 25%-os készültségben van a Bátaszéki Ipari Park. Az alapinfrastruktúrák már a földben vannak, és várhatóan nyár végére át is adják az első épületeket. A park iránt már most is van kereslet, és a város a tervek szerint tovább növeli majd az ipari övezetet. Az ipari park déli részén tudnak bérelni a vállalkozók tőlünk területet. Az északi részén, ahol most is látható a munkavégzés, ott pedig a porta épület épül, illetve itt a nyugati oldalon itt fog megépülni az agrárlogisztikai központ a Bátaszékváros önkormányzatának a beruházásában. Bozsonyik Zoltán, a Bátaszéki Polgármesteri Hivatal műszaki irodájának vezetője mutatja a várhatóan nyár végére elkészülő ipari park tervezett helyeit. Jelenleg az építkezés 25%-os készültségben van. A szennyvíz aknák, illetve a csapadékvíz aknák már elkészültek. Ezt követően fogják az útépítést megkezdeni. Ez közel 300 méter hosszban fog kiépülni itt az ipari park területén. Ez teszi lehetővé, hogy ez a 6 hektárnyi terület feltárása megtörténhessen. A beruházás megindulásával egy időben a partnerek is megjelentek. Bozsonyik Róbert polgármester úgy véli, hamar benépesül majd a park vállalkozókkal. Már szerződést kötöttünk az ipari parkon belül terület bérletére is, ami azt jelenti, hogy vannak vállalkozások, amelyek úgy gondolják, hogy ez egy jó lehetőség egy vállalkozás megteremtésére, illetve kiépítésére, és hát reméljük, hogy ez még további vállalkozások számára is ösztönzőnek fog adni. A területen a városhoz létre egy agrárlogisztikai központot, melynek az üzemeltetőjével is hamarosan megkezdődnek a tárgyalások. A park ipari alapinfrastruktúráját a területfejlesztési és operatív program finanszírozásából 246 millió forintból építi meg Bátaszék. A tervek szerint a jövőben további földterületekkel bővíti majd a város az ipari parki övezetet. Tragédiára ébredt az ország 2002. július 1-én. Akkor hajnalban a Balaton-Szentgyörgy és Balaton-Keresztúr közötti körforgalomban felborult egy lengyel autóbusz. A balesetben 20 zarándok vesztette életét. Rájuk is emlékeztek pénteken a helyszínen felállított haranglábnál. Az ünnepségen felállították a medjugorjai szűzanya szobrát is, amelyet az országos lengyel önkormányzat állítatott. Szeretek volna átélni, megtapasztalni valamit a misztériumból, a titokból. És aztán történt valami, ami mindennek változtatott. Lengyelországból Medjugorjéba indultak az zarándokok, amikor 2002. július 1-én a Balaton-Keresztúri körforgalomban buszuk felborult. Sokan a jármű alá szorultak. A helyszínen 19-en vesztették életüket, egy sérült pár héttel később hunyt el Lengyelországban. Rájuk is emlékeztek a Balaton-Szentgyörgyi templomban tartott lengyel-magyar nyelvű szentmisén, amelyet Varga László, kaposvári megyés püspök celebrált. A 17 évvel ezelőtti szerencsétlenség kora buszon 51-en utaztak, köztük az idegenvezető Vanda Kapica is, aki bordatörésekkel és kisebb sérülésekkel túlélte a balesetet. Amikor ideértünk, én aludtam a buszon. A baleset pillanatok alatt történt. Egy erős ütközésre és a kitört ablakok zajára riadtam fel. Nem olyan volt, mint amilyen az amerikai filmekben, hogy ilyenkor kitör a pánik és mindenki kiabál. Halálos csönd volt, csak jajgatásokat és imákat hallottam. Oznak objawów paniki.
Így idézte a balesetet az egyik túlélő. 17 év távlatából az itt élőkben is elevenen él a tragédia emléke. A mai napig, amikor a zarándokok erre utaznak, megállnak és gyertyát gyújtanak, koszorút, virágot helyeznek el. Örök emlékez, amely a lengyel-magyar kapcsolatot is erősíti, hangzott el az ünnepségen. A berényi polgármesteri hivatal ingyen gondozza 17 éve ezt a területet. A miniszterelnökség jelen pillanatban 17 millió forinttal támogatta, hogy megújuljon a hely, felújítsuk az emlékművet, és egy új szobrot Kararából ide szállíthassunk. És el kell, hogy mondanom, hogy Mirko Fellicsi, szobrás család mostani legfiatalabb sarja készítette, és a megbízásunk után 2 hónapon belül kifaragta a szobrot. A túlélők példát mutattak, hiszen a hitből és a reményből föl lehet épülni egy ilyen tragédia után, hangzott el az emlékhelynél, amely a lengyel-magyar kapcsolatok jelképe is. Nagyon fontos, hogy az a barátság, amely két nemzet között van évszázadok óta, a magyar és lengyel között, amely néha háborúkba, sokszor hála Istennek szentjeinkben, közös uralkodóikban, sok mindenben megtestesül, de sokszor pedig a tragédiákban is. És egy ilyen tragédia volt 17 évvel ezelőtt itt a körforgalomban, akkor 20 ember meghalt egy buszbalesetben, több mint 30-an megsérültek, és hogyha tudunk emlékezni a közös fájdalmainkra, a közös szenvedésekre, és ennek emlékét közösen tudjuk ápolni, mint ahogy most is, akkor biztos vagyok benne, hogy az a barátság, ami évszázados, sőt most már egy évezredes, azt tovább tudjuk ápolni a jövőben is. A tragédia 17. évfordulója július 1-én lesz. A szoboravató mégis kapcsolódott. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. A magyar írásbelikkel kezdődtek a vizsgák, 891 diák érettségizik idén a pécsi tankerületben. Idős otthont építenek Hirden, 850 millióval támogatja a kormány a reformátusok beruházását. Falfestéssel, játékokkal segítenek, önkéntesek alakítják át a pécsi gyerekklinikát. Előadások, kiállítások, koncertek, az Ibériai félszigettel ismerkedhetünk meg ezen a héten. Kedden már valamivel szakadozottabb lesz a felhőzet, rövid napos időszakokra mindenhol számíthatunk. Az északi északnyugati szelet sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik. Reggel 3-5 délután a legmelegebb órákban 15 és 17 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami érdekes lehet mások számára is, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyő alján látható elérhetőségek valamelyikére. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!